Sziasztok! Tiszta poros a kamera! Augusztus 1-e van, és végre a kezembe vettem a kamerát. Most már tényleg nagyon régen volt a kezemben, talán még májusban. Azért vlogolgattam egy kicsikét, így még június elején is fel is vettem egy-két jelenetet, amikor Londonban voltunk. Most nem a YouTube volt a prioritás az életemben, de egyébként nagyon-nagyon szuperül telt a június, illetve a július, nagyon sok minden történt. Több kis rövid videót csináltam az Instára, meg ugye felteszem őket ide is mindig a Shortsba, illetve a TikTokra is. Ugye az Instán update-eltelek mindig titeket, oda is szoktam készíteni tök jó kis fotókat, úgy szeretem az Instámat, olyan, mint egy kis scrapbook. Na de mindegy, egy kis update. Június elején voltunk ugye Londonban, és arról készítettem, vagyis készítek még mindig egy kis vlogot, de valahogy nem igazán haladok vele, tényleg most már elkezdtem bő egy hónapja szerkeszteni, csak mindig megakadok annál, hogy vajon kéne voiceover csinálnom rá, vagy hagyjam így a zenéstől, ahogy van. Nem volt kedvem vele annyit foglalkozni, megmondom őszintén, viszont most már a hétvégén mindenképpen ki akarom tenni, úgyhogy meg is akarom ma szerkeszteni, be akarom ma fejezni. Rengeteget jártam a telekre mostanában, meg nagyon sok elintéznivalom volt így engedélyeztetésekkel, meg ilyesmikkel kapcsolatban. Fel kellett vennem rengeteg emberrel a kapcsolatot, tényleg tervezőkkel, földmérővel, talajmechanikussal, ugye statikussal, nagyon-nagyon sokféle emberrel kell egyeztetnem a telekkel kapcsolatban, ami ugye nyilván izgalmas, csak nagyon-nagyon sok idő, és mindig elhúzódnak a dolgok. Alig várom, hogy megmutassam nektek. De ez majd egy későbbi videóban fog nyilván érkezni. Aztán július 15-én volt ugye a 30. szülnapom, ami nagyon-nagyon durva, mert most kezdtem el egyébként így az utóbbi egy-másfél évben érezni, hogy így kezd egy kicsit átalakulni az életem, hogy most már nem ez a fiatal felnőtt élet, tudjátok, amikor még így teljesen hektikusan nyomulok mindenféle célomért, most már tényleg érzem azt, hogy így elkezdtem lelassulni és lenyugodni, és teljesen más irányt vett az életem, teljesen más lett a fókusz, és tök jó, hogy így kialakult, így 30 éves koromra. Nyilván ugyanaz az ember vagyok, mint voltam, csak valahogy más szemszögből, más felfogással nézem, ítélem meg a dolgokat. Na mindegy, itt voltak anyáik, és tőlük kaptam ezt a kis cuki meglepetést. Nagyon kedves kis szülinapos 30-as lufi felirat. Kaptam rengeteg virágot a kollégáimtól is, a barátaimtól is, mindenkitől. És eredetileg képzeljétek el, terveztem, hogy lesz egy szülinapi bulikám, de aztán elmaradt. Mert rájöttem, hogy igazából nem akarok semmi mást a 30. születésnapomra, mivel ugye szerencsére szombatra esett, mint elmenni a kis telkemre, készíteni egy sajtálat, és csinálni egy-két ilyen szuper hercegnős fotót, meg kis videót. Igazából ez volt az, amit kívánt a szívem, lelkem, és tényleg szerettem volna ezt a napot csendben, nyugalomban, a kedvenc helyemen tölteni, reflektálással, sajttal, kedvenc dolgaimmal és személyeimmel, és ez nagyon-nagyon-nagyon szuperül sikerült, én a grafikutya is nagyon sokat segédkezett a fotóban is, meg belekosolt a sajtába is, úgyhogy ő is nagyon jól érezte magát. Aztán anyáik azután a következő hétvégén jöttek, 21-én, vettem korit, elmentünk a Decathlonba, aztán a telken voltunk, illetve elmentünk még horgászni, vagyis hát apa horgászott, mi napoztunk anyával, úgyhogy az is nagyon szuperül sikerült. És most egyébként azért van ilyen nagy csönd, mert a Rafi kutya már a panzióban van a Domiéknál, ugyanis hétvégén utazunk Montenegróba, úgyhogy azért is gondoltam, hogy előveszem a kamerát, nem fogok úgy kifejezetten vlogolni, mindenképpen lesz majd egy-két jelenet a montenegrói utazásról is, mert nem lesz egyébként hosszú, 4-től 7-ig leszünk kint, viszont 4-én reggel 6-kor indul a gép, 6 óra 25-kor valahogy így, ami azt jelenti, hogy az egész pénteki napunk is még ott lesz, hétfőn pedig 2 óra környékén fog indulni majd visszafele a gép, úgyhogy igazából 3 éjszaka lesz, és 3 teljes nap. Már nagyon-nagyon várom, még nem voltam Montenegróban, egyébként Budvára megyünk, ezt a Sára barátnőm ajánlotta, és ahogy néztem a képeket, tényleg nagyon-nagyon szép, és nem is olyan drága. A repjegy azt hiszem 76 ezer forint volt két főre, a szállás meg 78, és nagyon-nagyon gyönyörű szállásunk lesz. A repülő Podgoricában fog leszállni, és onnan még át kell majd buszoznunk Budvába. 4-en megyünk, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, tök jó lesz. És most szépen el is fogok kezdeni szerintem bepakolni a táskámba, mert bár ma kedd van, de holnap után dolgozom, és nagyon-nagyon hektikus lesz a nap, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi időm lesz majd pakolni, meg egyébként most el is kezdek majd mindjárt mosni, mert a hétvégén is meneteltünk, mondjuk csak belföldön, de
hétvégén is úton voltam, úgyhogy a táskám az így félig már be is van pakolva. Most ezt a MyProtein gymbaget hordom magammal mindenhova, ahova megyek utazni. Ez fog velem jönni egyébként Montenegróba is, mert ugye csak mindig ezt az ingyenes kézi podgyászt választjuk, hogyha ilyen közeli helyekre, meg rövid időre megyünk. Ezt vittem Londonba is, és nagyon szuperül bele tudtam tuszkolni, mert pont kiválasztottak minket a sorban a Bizernél. Nagy nehezen így összetudtam egy kicsit jobban nyomni, és akkor szépen befért abba a keretbe, de egyébként vigyázni kell ezekkel, mert hogyha ezt túlpakolod, vagy telepakolod, akkor ez tényleg nem nagyon fér bele, mert ugye hosszabb, mint a megadott maximum. Na mindegy, ebbe szépen be fogok pakolni, egyébként ide nyilván nyári ruhákat viszek, azért Londonba kellett vinnem cipőt is, meg farmergatyát is, Montenegróba nem lesz erre szükség, úgyhogy ebbe tényleg minden bele fog férni. Egyébként ez az az MP edzőtáska, fekete színben, 11.090 forint, viszont ugye minden hónapban van Super My Days akció, amikor kaptok rá 41% kedvezményt, de hóközben is egyébként érvényes rá a kuponkódom, és valamennyi kedvezmény ilyenkor is lejön belőle. Nézzük is meg, hogy mennyi. Le is mondta, és így csak 8.872 forint. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon szuper ár érte, mert tényleg egyébként ez a táska rettenetesen strapabíró. Hát én nagyon-nagyon megpakoltam, amikor mentünk Londonba, és nehéz is volt. Meg hát nyilván össze-vissza rángatom, de ez utazáshoz is, edzéshez is nagyon merem ajánlani. Viszont, mivel megyünk Kanadába, mindjárt oda is megyünk, egy hónap múlva, ezért rendeltem bőröndöt, vagyis hát kaptam szülőnapi ajándékba, de mindjárt megmutatom nektek. Ez az, ugye ez a Lazoki, vagy Lazocki márka, a CCC-ből gurulós, minden irányba, bézs és rózsarany színű, tehát abszolút az én kedvenc stílusom, és a kis bőröngyét is megrendeltem. Az is ugyanúgy néz ki, úgyhogy ez nagyon jól fog egymáshoz illeni. Egyébként lejött 30% kedvezmény, úgyhogy összesen 55.000 forint volt a kettő, ami szerintem nagyon szuper deal, mert hogy van nekem egy bőröndöm, Leonardo da Vinci bőrönd, őt még az egyik kedves kollégám hagyta rám, viszont mivel a páromnak nincsen ekkora bőröndje, azt találta ki, hogy akkor nem vesz magának, hanem akkor vesz nekem, és az enyémet meg majd szépen adom neki, abból majd bele tud pakolni, én meg majd virítok a kis mecsi-mecsi szettemmel. Amiről eszembe jutott most az is, hogy egyébként nagyon durva, hogy most már tényleg egy hónap múlva indulunk Kanadába. Erre várok már 10 éve, mióta a barátném kiköltözött. És végre látni fogom, és képzeljétek el, hogy most volt a hétvégén a lány búcsúja, ugye nyilván az is Kanadában, úgyhogy sajnos nem tudtam elmenni, viszont elvittek magukkal, mert kinyomtatták a képemet, és így ott voltam a fotókon, illetve a videókon is. Szerintem ez akkora ötlet, annyira örültem, nagyon szuper meglepetés volt, úgyhogy így valamilyen szinten tényleg ott tudtam lenni a leánybúcsum. De gyerekek, én januárban vettem a repjegyet, úgyhogy azóta várom ezt a napot, és most már tényleg mindjárt el fog jönni. Szeptember 4-én megyünk, na ott mindenképpen fogok vlogolni, már megbeszéltem a Berni barátnővel is, úgyhogy nagyon jó lesz. Tényleg ez az évtized utazása lesz, mert tudjátok, nekem a tengeren túl az óriási mániám, és ugye Amerikában már voltam, hát nyilván. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon kicsi részét néztem meg Amerikának a 3 hónap alatt. Ugyanígy lesz most Kanadával is ez az egész, de legalább már el fogom tudni magamnak azt mondani, hogy igenis jártam Kanadában, és ez tök jó dolog. Na mindegy, be akartam mutatni nektek ezt itt. Bementem tegnap a gyógyszertárba egy ilyen krémért. Anyának van egy ilyen Eucerin 50 faktoros fényvédője, nem biztos, hogy pontosan ugyanez, de valami hasonló, ami arcra való. És ezt akartam megvenni. Ez az, szerintem ugyanez van anyának is, de mindegy. Aztán a barátunk, aki jön velünk nyaralni, ő mondta, hogy biodermát használ, viszont abból a típusból nem volt akkora méret, amit fel tudunk vinni a repcsire, úgyhogy adott egy csomó ilyen kis mintát a gyógyszertáros néni. Nézzétek meg, mindenféle szuper dolog van itt, úgyhogy ezek tök jók lesznek utazni. Ez pedig ilyen kis színezett krém, szintén 50 faktoros, úgyhogy tök jó lesz. Ezek jönnek majd velünk, és akkor csak bedobjuk a kis strandtáskába,
aztán lehet kenni szépen. Na de lényeg a lényeg, hogy már meg akartam nektek mutatni az új lakást, mert igazából felvettem azt a rövid kis költözős vlogot, mert tudom, hogy nagyon szeretitek, viszont lakáskontentet annyira még nem csináltam, ugye kivéve az Instán ezek a kis rövid videók. De most nagyon szép tip-top shape-ben van a lakás, mert hétvégén, mielőtt elmentünk, kitakarítottam, meg így az utóbbi két hónapban tényleg nagyon szépen megcsináltam, elpakoláztam mindent, meg hogy mondjam, így otthonossá tettem, úgyhogy végre eljött az idő, hogy megmutassam nektek is, mert most nincs itthon a Rafi kutya sajnos, egyébként nagyon hiányzik ilyenkor, de legalább rend van, tudjátok. Itt van a bejárati ajtó, ugye itt egy lépcsőház van, és lent van egy garázs is, amit szintén kibéreltünk, de egyébként a garázs az az alattam lévő kis lakáshoz tartozik. Az egy ilyen 35 négyzetméteres kis garzon, ahol szerencsére nem lakik senki, és amíg nem lakik senki, addig a kis udvart is tudjuk használni, ami egyébként műfüvesített, viszont ehhez a lakáshoz van ugye egy kis erkély, és ez így nagyon-nagyon szuper koncepció, mert itt tényleg oldalt vannak szomszédok, de akik itt laknak, azok nagyon-nagyon ritkán vannak itt, mert ilyen olasz munkások, akik pedig itt laknak, ők hétköznap vannak csak itt. Egyébként relatíve csendes, hát ez itt egy főút, úgyhogy elég sok autó mászkál, de az engem sose zavart, mert hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy úgy alszom, meg a hálószoba az egyébként is ugye ott van, úgyhogy igazából ott is csend van. De mint látjátok, nagyon-nagyon szuper világos, óriási ablakok vannak, és tényleg imádom ezt az open concept konyha és nappalit egyben. Nekem ugye, hát ezt tudjátok, gondolom lejött az összes videóból, hogy az eddigi kedvenc lakásom az a kis lakás volt, a kettővel ezelőtti. Annak volt tényleg a legjobb a berendezése, az elrendezése, a színei, csak hát nagyon pici volt, és ugye mivel jött a titkos projekt, ezért nem fértem már el, és azért kellett egy nagyobb lakás. Viszont most már, hogy rendeződtek a dolgok, és ott is tényleg át tudtam vinni a sok cuccot most már a telekre, így ez a lakás tökéletes. Ez egyébként ilyen 61 vagy 63 négyzetméter, és itt is van egy plusz kis szoba, amit szintén ilyen tárolónak, meg teregető szobának, meg ilyesminek használok. Úgyhogy tökéletes a mérete. A konyha egy picit kicsi, nincs annyi tárolóhely, úgyhogy ezt is itt szépen ki kellett alakítanom tényleg, hogy valami rendszer legyen, meg hogy normálisan nézzen ki, mert ugye hát ez itt mutatkozik magának, úgyhogy itt szép rendnek kell lennie. Vettem ezeket a kis kosarakat a Pepco-ban, ezeket is a Pepco-ban vettem, úgyhogy mindent szépen el tudok bennük tárolni. Úgyhogy igazából így oldottam meg a vitaminokat, meg ugye a mindenféle kis főzéshez, sütéshez használatos dolgokat. Itt vannak ugye edények, meg ilyen kis konyhai gépek, evőeszközök, ilyen mindennapi használati eszközök. Itt pedig ilyen kis pantry van igazából. Mindenféle kis dolgokat tárolok, szintén ilyen kis kosarakban, mogyivaj, kókuszolaj, méz, stb. És ez a kedvencem, van egy ilyen fűszeres, fűszertartós kis fiókocska. Itt vannak ugye az olajaim is, meg tabaszkó szósz, meg ilyesmi. Itt van a kuka, ott is edények vannak, és nincsen mosogatógép, amitől egyébként kivagyok, viszont rájöttem, hogy szeretek mosogatni, annyira ilyen terápiás dolog ez a mosogatás, úgyhogy hát ilyen óriási nagy főzéseket még nem csináltam, ugye hát két főre szoktam főzni, úgyhogy igazából úgy nem olyan vészes mosogatni, de hogyha jönnek vendégek, vagy hogyha itt voltak anyáik is például, úgy azért elég sok mosogatni való van. Na mindegy, de ugyanúgy, mint a kislakásban, ide is tettem egy-két kosarat a felső polcra, és akkor még ott is van egy kis tároló rész, és elhoztam magammal ezt a képet, amit készítettem, azóta sem volt időm sajnos folytatni ezt az új hobbit. Kis mágnesek, és hát ugye itt van az étkező rész, üvegasztal, amiért nem vagyok annyira oda, de ebbe a lakásban nagyon illik. Szürke kanapé sem feltétlen az én stílusom, de ez is illik ide, úgyhogy tök jó. És ugye ezt mindig leszoktam takarni, vagy egy szintén ugyanilyen szürke színű, vagy pedig egy rózsaszín pokróccal, hogy a Rafi kutya ugye nyilván ne a kanapét nyalja össze, és egyébként ez tök jól működik. És itt kapott helyet a sarokban a kis asztalka, amit még ugye szintén a kis lakásban vásároltam, és rajta van a szuper MacBookom, ami használtan került hozzám, azt hittük, hogy nem lehet megjavítani, és végül is csak egy SSD kellett bele, úgyhogy 20 000 forintból megúsztam. Tehát olyan, mintha ingyen lenne igazából, és nagyon-nagyon szuperül működik, úgyhogy most már ezen vágom a videókat. A laptopot pedig mindenféle más munkákra használom. És itt van egy ilyen nagyon kínos kis polcocska. Nem tudom, hogy miért nem raktak ide be egy rendes ilyen TV-konzolt, de nem akartam ezzel bajlódni, úgyhogy megoldottam itt a rengeteg kábelt, hogy felfordítottam egy kosarat, és
alatta van az összes hosszabbító meg a kábelek, és így szerintem nem néz ki annyira bután. Vettem egy ugyanolyan növényt, ami még a legelső lakásomban volt. Ez egyszerűen kinyírhatatlan, nagyon-nagyon szeretem, csak ez sem fér már a kis lakásban, úgyhogy azért kellett megválnom tőle. Lidliben vettem, talán 3-4 ezer forint volt, vagy valami ilyesmi. És hát akkor igazából itt sincs még annyira kialakulva a dekoráció, de még van egy ilyen képem, amihez kell vennem keretet, és akkor azt fogom majd ide feltenni, ez ugyanúgy a Rafi kutya, csak egy kicsit már idősebb rajta, ez Somogyi Niki készítette egyébként nekünk, csodálatos kis ceruza rajz. És hát ha észrevettétek, mindenhol a lakásban meg kell, hogy jelenjen a Harry Potter, mert hát erre vártam a legjobban, hogy kimehessek végre a Harry Potter stúdió túrra, és ki is mentünk, és nagyon-nagyon szuper élmény volt, és hazahoztunk egy-két ilyen kis apróságot, és ezeket mind-mind kitettem itt szépen a lakásban, egyébként vettem varázspálcát is, az meg ott van a hálószobában. Itt van egy ilyen kis tükör, meg egy ilyen kis accent tapétás fal, egy kis cipős szekrény, amit még annyira nem töltöttem meg, mert igazából minden cipőm lent van a lépcsőházban. Aztán itt van a többi helyiség, ugye ezen a kis folyosón. Itt van a mosógép, itt van a WC, ez is nagyon szuper, tök jó kis tágas. Őt is szépen berendeztem mindenféle illatokkal. Jaj! Rafi kutyának ide tettem a kis ágyát, mert megfigyeltem az utóbbi 3 évben, hogy igazából ő közel hozzám szeret legjobban aludni. Először a kis ágy itt volt a sarokban, de aztán azt vettem észre, hogy a Rafi kutya mindig ott fekszik, azon a szőnyegen, úgyhogy átvittem oda. Ide a sarokba pedig betettem a kis kutyakanapét, ami meg napközben fekszik, amikor nem vagyok itthon, úgyhogy nagyon szuper kis helye van neki is. És akkor tényleg itt szokott aludni most már minden este, mert itt van a hálószoba, de előbb megyünk a fürdőbe. A fürdő, hát ez valami csodálatos. Most vettem ezt a szőnyeget a Pepco-ban 1500 forintért. És itt is van egy hatalmas tükör, nagyon-nagyon szuper fények. Egyébként azért nem kapcsolom fel, mert ugye fluoreszkál nekem itt. Nem is. Na, tök jó. De van itt is egy lámpa, meg felül is van, meg minden, úgyhogy itt nagyon-nagyon szuper készülni, tényleg nagyon világos. Van egy épített zuhany, meg egy óriási sarokkád, amit én még nem próbáltam ki, de a Rafi kutyát már megfürdettem benne, és neki nagyon tetszett. Itt van a mosásra váró ágynemű, de egyébként ez a kis polc. Nagyon-nagyon leredukáltam most a skincare-emet, meg mindenféle ilyesmiket. Teljes mértékben átváltottam üriásra, így skincare terén. Még annó szerintem 10 éve fedeztem fel az üriást, amikor anyának vettem, mert neki rozáciás az arca, és ez az üriás teljesen visszafordította neki a folyamatot, és abszolút megjavította a bőrét, úgyhogy merem nektek is ajánlani, hogyha látjátok a rozácia kezdődő jeleit, vagy piros posgás az arcotok, akkor van egy olyan termékcsaládjuk, illetve ez a DS, ez pedig a nagyon száraz, vagy korpás szeborreás bőrre van, és nekem ugye az van, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat segített, ebből van egyébként samponom, meg tényleg mindenem, most már fürdéshez is csak azt használom, ott is ott van. Ez a termál termékcsalád pedig igazából csak ilyen termálvizes krém, van belőle kis szemkrémem, meg hidratáló krém, minden ilyesmi, ezeket is viszem magammal mindig, hogyha utazni megyek, vagy hogyha máshol alszom. Itt vannak a hajas cuccokot, meg hajszárító, hajvasaló, stb. És ennyi, és végre nem kék a csempe a fürdőszobámban, hanem tényleg szép világos, most már megint illik ide a márvány, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Aztán itt van a hálószoba, ahol padlószőnyeg van, amit szintén nem nagyon szeretek, mert ugye allergiás vagyok, és a por az nagyon nem jó nekem, úgyhogy itt nagyon sűrűn kell porszívóznom, de ettől függetlenül is nagyon tetszik ez a szoba. Ide beraktam csak ezeket a régi kis bútordarabokat, könyveimmel, meg ugye egy-két random dologgal, és itt van a varázspálcám, gyerekek, amit az abszolúton vettem Ollivandernél, a hivatalos retailertől. Ez az, egyébként ez a Nicolas Flamelnek a pálcája, de nekem ez tetszett a legjobban, mert szerintem csodálatosak rajta a részletek. Hát ez igazából szerintem ez a legjobb, legautentikusabb emlék onnan, úgyhogy csak azért vettem meg, meg hát hát ha a gyerekem majd egyszer varázsló lesz, és akkor megörökölheti tőlem ezt a pálcát. Aztán itt is majd azt a két kis random képet majd ki szeretném cserélni, mert nekem ez nem nagyon adja, de ettől függetlenül
nagyon szuper a kis hálószoba, tényleg nagyon-nagyon kényelmes az ágy is, itt is van egy csomó tároló. Aztán itt, ahogy kijövünk, itt van egy ilyen kis gardróbos rész, itt van az összes ruhám szépen felakasztva, felül táskák vannak meg, random dolgok, például teniszütő, amit még mióta megvan, nem vettem elő. Itt vannak ugye rövidgatyák, meg fehér nemű ilyesmi, és itt van egy óriási nagy egész alakos tükör, ami nagyon szuper készülődéshez. Aztán az utolsó helyiség az pedig ugye a kis szoba. Egyébként ez is teljesen jó. Itt annyit csináltam, hogy van itt egy egyszemélyes kis ágy, amit ugye nyilván nem használok ki, viszont nem is viszik el, mert nincs hova rakniuk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szépen élére állítom, és akkor így végül is ilyen polcrendszernek itt nagyon szuperül funkcionál. Hát ezt is majd még biztos át fogom valahogy alakítani, de egyelőre tökéletes erre, amire nekem kell. Ugye tárolásra, hát itt is ágyneműk vannak igazából, meg téli cuccok, edzős cuccok, ott meg még a blézereim vannak, meg ilyesmik. És itt is van egy óriási nagy tükör, úgyhogy tök jó, itt szoktam teregetni, meg ide befért így a kis kanapé is, ami szintén még várat magára, hogy majd hova fog elkerülni, végleges helye hol lesz, nem tudom. Lehet, hogy a Malaniuban, lehet, hogy nem ott, de majd ez egyszer kiderül. Aztán itt is még ilyen random kis tárolós dolgok, porszívó, és végülis ennyi a kis szoba. És a lakás, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek itt lakni. Komolyan az első pillanattól kezdve imádom ezt a lakást. Nagyon jó a hangulata, szuper a környék, tényleg azért is vettem korit is, mert itt csak kisétálok, és rá tudok menni a bicikli útra, ahol tök jó korizni. És eddig valahogy ez eszembe sem jutott, már régóta akarok korit, sőt, már tavaly is nézegettem, majdnem rendeltem is, de szerencse, hogy nem rendeltem, mert ezeket a dupla sorosokat néztem, viszont abban felállni sem tudok. Úgyhogy így sikeresen megvettem az egysorost, és tényleg tök jó próbálkozom, most már nagyon egész jól megy, és tényleg tök jó gyakorolni itt a bicikli úton. Most a hétvégén elvittem magammal oda is, ahova mentünk, és ott is kimentem egy bringa útra, és nagyon szuper volt. Hát annyi, hogy ugye nekem a múltam az inkább a jégkoriról szól, én 10 éves koromban talán akkor volt utoljára a lábamon sima görkorcsolya. Jégkorizni viszont imádtam, hát már 5. osztálytól talán akkor kerültem át másik suliba, ahol ott volt a suli mellett a jégpálya, és minden télen mentünk letesi órán, és én ott nagyon jól megtanultam korizni, tudtam farolni, megállni, bárhogy, meg ugratni, meg ilyenek, viszont ugye görkorival nem lehet annyira, ez sokkal instabilabb, mint egy jégkori szerintem, de mindegy, majd gyakorlok, és egyébként nagyon-nagyon jó érzés, és annyira megjött a kedvem, hogy megtudtam, hogy van itt a környéken egy olyan koripálya, ami még nyáron is nyitva van, mármint jégkori, és láttam a Decathlonban egy csodálatos jégkorit, ami bézs és aranyszínű volt, az is 20 000 forint volt, mint az én korim, úgyhogy lehet, hogy majd 1-2 hónap múlva megveszem, aztán eljárok majd jégkorizni is, mert végre van egy sport, ami megint tetszik, tudjátok, én mindig akkor szeretek csak csinálni valamit, hogyha élvezem, és az erőemelést azt nagyon-nagyon élveztem, előtte a kettlebell-el voltam így ugye, viszont ahogy változok, meg ahogy változnak a prioritások, meg ahogy öregszem és fáj a derekam nyilván, így már nem ugyanazok a dolgok érdekelnek, de örülök neki, hogy most a kori az ilyen szuperül bejött az életembe, mert tényleg élvezetes is, mozgás is, tudjátok, hogy tök szupi. Na, de most nem sokára jönni fog majd a Barbie felköszönteni, mert azóta nem tudtunk még úgy igazán találkozni, most voltam nála pillázni, de mondta, hogy majd átjön később. Úgyhogy igazából rend van, most elkezdek pakolászni, kicsit még szerkeztem a vlogot, meg csinálni akarok egy jó kis turmixot, meg akarom nektek mutatni az új kedvenc MyProtein-es termékemet. Megjött a Barbika, és kaptam tőle tök cuki meglepetést szülinapomra. Egy ilyen kis deszkát sajtálnak, meg ilyen csodálatos kis gyertyákat, kézműves gyertya, és nézd meg, mi van a belsejében. Kristály. Itt a másik, ez vaníliás karamellás, manifestációs, és ma van teli hold, úgyhogy ezt meg fogom gyújtani este. Csodálatos, köszönöm szépen, Barbie! Na, most csinálok Barbikának egy jó kis jeges kávét, meg magamnak egy hamis macsalattét. Úgy csinálom, hogy neked is rakok bele kollagént, jó? Meg proteinfagyit, vettem ezt a proteinfagyit, vagy még anya, nem tudom, ez nagyon király. Karamellatte ízesítésű aktív kollagénpor a MyProteintől, ez egy új termék, és én most kóstoltam meg először a múltkor. Gyerekek, isteni finom íze van, tökéletes kávé helyett is, de kávéba is nagyon finom, úgyhogy a Barbikának most így fogom elkészíteni a jeges kávéját. Amit meg a múltkor magamnak kitaláltam, az ennek a kettőnek a kombinációja, ez a Green Superfood Blendet csak így turmixban szoktam inni, de annyira megkívánom mindig a matcha lattét, és elfelejtek matchát venni,
hogy gondoltam, kipróbálom, hogy ezzel helyettesítem, és ez a kettő kombó együtt isteni finom, főleg jéggel, úgyhogy készítünk egy-egy ilyet. Makateja, ilyet kap a Barbika. Köszönöm szépen. De jól néz ki! Csillagokat én szépen. Kopácsba. Na, remélem jó íze van, kóstold meg, és még rakok bele, ami kell. Mehet bele még édes? Elég édes. Elég édes? Elég édes, aha. Akkor jó.